Na csácsó, bicsőt, ezt a csokoládés traktor kerék ügybe csatornán kiperjelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint egy World of Tanks kipróbálós videó, és a szemfülesek már biztos írják, már szerintem billentyűzetet ragadtak, hogy de hát képer neked volt már World of Tanks-es videód, mert nagyon régen, és igen, ezt hozzá szeretném én is tenni, hogy nagyon régen, legalább 6 évvel ezelőtt volt olyan szituáció, hogy én játszottam World of Tanks-et, nem igazából sokat, talán valami 5-ös vagy 6-ös tierig jutottam ebbe a játékba, és 6 éve, úgyhogy full egy az, hogy amilyen aranyhal memóriám van, full nem emlékszek erre az egészre, meg még ráadásul 6 év alatt gondolom ez a játék azért elég sokat változott, és úgy gondoltam, hogy akkor csapjuk egyet neki, teljesen új akuntot létrehoztam, és a legelejét azt szeretném játszani ezt a játékot, rengeteg kérdést fogok feltenni felétek, úgyhogy légy, segítsetek, aki ismeri a játékot, meg tényleg úgy nagyon-nagyon frankó benne, az írjon nekem tippeket, főleg arra, amit kérdezek, mert fogok kérdezni rengeteget majd ebbe a videóban, mert igazából szeretnénk játszani ezzel a játékkal. Így a legelejétől fogva beleütöttem a mikrofonba, nem baj, vágjunk bele a lecsóba, igazából valamilyen tutoriál sorozatban vagyok még, úgyhogy annyira új nekem ez a játék, hogy még csak el kell sajátítanom, gondolom, az irányítást meg hasonlókat. Tényleg most telepítettem a játékot, most csináltam az ökuntot. Ozt, na, mi van? Bal gombbal tüzelek, jobb gombbal tornyot forgatok. Vasdal mozgok. Na, erre igazából azért rájöttem volna. De kíváncsi vagyok ezekre a tutoriálokra, és biztos nagyon sokat változott a játék azóta, amióta én játszottam 6 évvel ezelőtt vele körülbelül. Egyébként azóta is egyszer valamikor felraktam, de nagyon nem vesztegettem rá időt, mert igazából mindig úgy vagyok ezekkel a dolgokkal, hogy nem tudom, ti hogy ismeritek ezt az érzést, amikor elkezdek nézni valamilyen típusú filmeket, akkor mindig megfog az, hogy azzal a játék típussal szeretnék játszani. Például most megnéztem a Fury-t, meg megnéztem a Fehér Tigrist egymás után, és és egy kicsit hangos a játék, legalábbis nekem azt egy picit hat kicsökre, mondjuk egy 24%-ra remélem, hogy működni fog. Azt akartam mondani, hogy elkezdtem tankos filmeket nézni, azt most annyira bennem van az, hogy én akarok lenni a király, azt is rá fogok jönni egyébként azt, hogy a World of Tanks az mindig nekem olyan arról szokott szólni, hogy jaj, de nagyon-nagyon-nagyon agyfasz szoktam kapni benne, gondolom ez nem én vagyok ezzel így egyedül, de hát majd meg fogjuk látni, hogy mégis hogyan fog ez működni. Ott egy PZ, micsoda, ja, egyébként szétmodolta a játék, a játékot, 50-szörös zoom meg az mindenféle kutya fülét fölrakott, tényleg, de hozzáteszem hivatalos modokat, a World Gaming, talán ők csinálják ezt a játékot, csodás játék. Wargamingnek a... vagy Wargaming? Wargamingnek az oldaláról töltöttem le. Úgyhogy nem fognak érte banolni, nem kell aggódnotok gyerekek, minden szuper lesz, ha leromoljuk kapásból a pénzeket. Jaj, figyelj! Igen. A modok között így gondolom, hogy főleg az olyan játékosok, akik jobban ismerik, látják, hogy fehérek lesznek a roncsok, ugye az például azért jó, hogyha elbújik mögötte valaki, akkor könnyebben észlelhető, meg a zoom ugye természetesen azért jó, mert talán picit nem fogsz tudni pontosabban lőni attól, csak igazából messzebbre látsz, meg jobban belátod a terepet. Oké. Ja. Na, közben figyelek, akkor nem tudok beszélni, bocsánat. Mi vagyok én? Tudja azt, Vitek? Te hallod, nem jön nekem az AMX? Mit csinálsz, gyerek? Menj innen el, légy szíves. Ja, tankokat úgy, ahogy ismerem, gondolom rengeteg új ág van benne, és fel is tenném a legelső kérdésemet felétek. Szeretnék több... Nem, igazából sosem voltam annak a híve, hogy egy darab tankkal szeretek játszani, én szeretem próbálgatni őket, viszont... Jaj, valami van ott, gyerekek. Ja, hogy jelzi, hogy hol érdemes ugye meglőnem? Jó. Hogy ott nem érdemes meglőnem, itt érdemes, ott nem érdemes meglőnem. Jó. És ez benne van a játékban ugye, na. Jó. Na, azt akartam kérdezni, hogy én régebben mindig nehéz tankkal játszottam. Most lehet, hogy inkább játszanék másfajta típussal, TD, Tank Destroyerrel, és arra lennék kíváncsi esetleg, hogy milyen Tank Destroyert érdemes lenne nekem. Használom. Ugye főleg kisebb tierre gondolok, mert nem.
Főleg kisebb térre gondolok, mert ugye valószínűleg, hogy azért nem 5 perc alatt fogok elérni ugye 9-es 10-esig, úgyhogy egy ilyen 4-es, 5-ös, 6-os térben melyik Tank Destroyert érdemes használom arról. Értekezzünk gyerekek, segítsetek benne. Ide jöttem, mit akarsz? Jó, hogy nem érdemes, szemből lőnem, azt mutatja, ugye? Aha, jaj, gyorsan. Ó, oh, baze. Az ide tűrült egy-egy gyerekek. Nem érdemes, szemből lőnem, azt írja. Szar helyen lőttem, hát mögé kell kerülni, gondolom. Hát a Tank Destroyer ellen valószínűleg ez a jó taktika. Jól van, oké, tudom, tudja a Keeper. Már lövi is, segít meg. Ne ramoljam. Nem sikerült. Nagyon nem gyors ez a tank, úgy látom. Sikerült, oké. Okay. Hát mennyit tart még ez a küldetés, gyerek? Ó, oh, ott van valami. Aha, aha. Gyere ki elejön, meghalsz. Na. Semmi olyan pont nincs, ahol érdemes lenne meglőni, meglőni. És kupolát se érzékeli úgy, hogy ez nekem jó lenne. Vagyis azt a kémlelőt. Most ezt kíváncsi vagyok. Letapogatom, most van időm. Aha, ott a... torony és a izé kapcsolódásánál írja. Csak szarhelyen, nem, igazából nem ugyanoda lő, ugye? Érdekes, hogy nem... Jó, hát akkor megyünk mögé. Jó van gyerekek. Talán nem tudom mennyi van vissza. Ellenfélből. Megyünk el, előtte elvegyünk poébból. Jó, ez kis hülyeség volt gyerekek. Pillanat. Ha a hasát kellett volna meglőre, ugye? Tényleg tippeket, hogyha így látjátok, hogy bérázik a Keeper, akkor az jöhettek folyamatosan. Nagyon szívesen fogadom. Oké. Okay. Csodálatos győzelmet aratott a Keeper a mesterséges intelligencia scriptet változatai előtt. Yes. Kaptam 1500 pengőt, meg az mi? Az tapasztalati pont talán? Mondd van, hogy mi az? Hány tankot lőttem ki, meg mennyit sebeztem, ugye? Azok valószínűleg azok lesznek. Jármű feljavítása tutoriál következik. Igazából ez jó nekem, hogy van, mert fogalmam sincs, hogy mit kellene csinálni, meg hogyan. Úgyhogy tényleg örülök neki, hogy van ilyen. Egyébként remélem Bundi azért nézi ezt a videót, mert nem annyira szarám ez a játék, mint amennyire nem gondolod. Igaz, hogy persze időt kell rászállni, de ezzel se kötelező folyamatosan játszanod. Na fejlesztés, mit lehet fejleszteni gyerekek? Dika az. Ja, motort kell nagyobbat fejleszteni, ugye? Fú, azért valamik így jönnek elő. Igen, és meg is kéne venni, megvettük a nagyobb motort bele, ugye? Jó, és akkor kész is van, garázs. Oké, okay, mehetünk a csatába bele. Jó, következő. Valószínűleg, hogy még mindig izé lesz, ugye? Tutoriál. Hát majd mindjárt meglássuk, ugye? Zöld jelölés, igen, nagyobb esélye, vörös jelölés, kisebb esélye talál, de... Ja, felfogja a sebzést, jó. Ez még nagy esély, igen. Jó, oké, okay. Itt még van a tutoriál, vagy tippek, ugye? Jobbra? Hogy kell arra bennem, mert én megnézném itt tögedalamból ezeket. Jaj, hát mit kattog az gyerek? Jó, most öltöget inkább, de gyújjuk se vihezbi. Csata. Az a legjobb gyerekek. Na, mit kell csinálni? Derítsd fel az elsőséges járműveket. Jó. Oké. Okay. Ez mi a textúra videóség? Várjatok. Oké, okay, most töltődött be. Hát menjünk arra ugye. Fel kell deríteni az elsőséges járműveket. Hát látom még mindig csodálatos. Egész jó grafika, szerintem sokkal jobb a grafika. Egyébként valami HD textúra pakkal töltöttem le, ugye, nem a simával. Ott vannak a járművek, jó. Készülj a harcra, jó. Én is fel vagyok spotolva, gyerekek, na várjál. Oké, igaz. És ott van egy sú, ugye az pont megkerülni kellene. Hogy az melyik? Sú 76. Ja, az egy izé, az Tank Destroyer, ugye? Pont ugye az előző küldetésben volt hasonló.
Akkor ezt megint megkerülöm keményen. Ahogy tanították a nagykönyvbe. Hallod, valaki meglőtt, nem tudom honnan. Szerintem saját embereik ide pattintottak, jó. Ezt megcsinálta Keeper, király volt a Sándor. Itt meg van egy izé, Tiger 1-nek a izéje. A roncsa, ugye? Tiger 1, vagy nem? Ja nem, a francok, hát ez egy PZ 3, vagy mi? PZ 4. PZ 4, ugye? Mondjátok, hogy PZ 4. Jaj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 
Van új víz. De azért hadd próbáljam már meg, ha bedöntöm a tankot, ahogy kell, figyeljétek. Figyeljetek, testvérem. Ujjjjj, itt már úgy látom meg tudok halni, hallod? Álljál le. Vissza kéne vadulnunk. Jaj! Jó van, oké. Okay. Nyugi, nyugi gyerekek. Hallod, itt még meg is lehet halni, de szép lenne még a tutoriálban az... Kerülje meg az ellenséget. Hallod, még a tutoriálban is Keeper meghal a World of Tanks-be, hallod? Ez nagyon, nagyon gáz lenne. De mondjuk simán kinézitek be, nem tudom. Nem hallod, profik, kitanítatok gyerekek, az lesz a cél, hogy tanítsatok ki ebben a játék, profik. Hallod, a szántásba vetettek itt meg kapásból, benne van a izé búza. Mindjárt jövök maradni. Na, erre kell menni ugye, azt írja, és akkor így meg tudom kerülni őket. Szuper. Indul meg a lejtőn, testvérem, ne szívassál meg. Egyébként azért is gondoltam, hogy teljesen újra kezdem a játékot, mert van egy ökuntom, amin ilyen 5-ös, 6-os, 7-es talán tierek vannak, de fogalmam sincs semmiről, teljesen izéltem. Ne vegyenek észre minket, jobban is járok szerintem, bazze, mert itt ezek kicsinálnak, mint a szart, ugye? Bokor mögül kilőnek. Egyébként jó, jobban néznek ki szerintem a területek, nagyobb a látótávolság, hogy franc tudja, na, itt ja, izé foglalnom kell, dika az, hallod, izé van, alig van izém, HP-m, 37 HP-m, amely elcsöztem. Úgyhogy ezek vissza fognak jönni, akkor nekem kakuktojás lesz, úgyhogy fedezékbe kellene vonulni ezerre. Ja, ja. Egyébként, ja, Bundinak mondanám, hogy kajak egyébként ez a játék, nem kell attól meg, nem kell megjedni, kellemes tud lenni. Csak most nem tudom, honnan tudnak jönni, úgyhogy megnézzük itt a izé. Talán elő van mindenki, nincsen itt hátul, ugye? Senki vagy. Hát mondjuk azt lehet, hogy van. Nem kell megjedni tőle, nem kell végtelenségük játszani vele. Hallod, ezt majdnem föl is borultam, bazze. Próbáljuk meg elbújni. Spotoltak elvileg, de ki? Hol? Merre? Félek, hogy hátunk mögött is van valaki. Egyébként, jaj! És azt nézem, hogy... Jön még egy ember segíteni. Azt arra látok? Van egy könnyű tank. Spotolgatnak engem. Ó, hogy az anyát hét! Tudtam én, hogy jön valami, hallod, vesztettem, nem elcsöszte a Keeper, bazza a izét, hát az hihetetlen. Jó, hát akkor újra megcsináljuk, bassz, hallod, ne szívassál, hogy a tutoriában elbukott a Keeper. Gondoltam egyébként, jó, elhülyéskedem meg, egy kicsit ilyen izé vagyok, flagmán játszok gyerekek. Bocsiért, hallod, ezt megcsaptak, mint a szart. Hát ez nem volt szép, egyébként. Jó, visszamegyek, felszívom magam, gyerekek, szétverek mindenkit. Most hallod, most nézzétek meg a vérprofi képőrt. És tényleg olyan leszek, bazza, mint a Chuck Norris. Komolyan mondom, nézzétek meg, érdemes lesz egyébként, szerintem most figyelj, hallod, 2 perc alatt ledarálok mindenkit. És tudtam egyébként, gondoltam, hogy biztos jön hátulról valaki. Ha tudtam volna, nem oda állok. De aztán akkor mégsem tudtad, ugye képőrt? Na jó, csapjuk bele a lecsóba, instant. Nem carozunk, gyerekek. Meg főleg azért mondom Gurninak, ugye, mert ő alapban, hogy lehet azt mondani, hogy alapban? Ő gyakorlatilag egy harckocsiba szolgált a seregbe, és azért nagyon szereti a tankokat, viszont szerintem aki szereti a tankokat, azoknak feltétlenül érdemes kipróbálni ezt a játékot megjátszani vele, mert marom jó. Ahol ez egy Shu 76, ezt nem fogom tudni átütni, ugye gyerekek? Jó, kicsit bujkálunk gyerekek, mert itt egy csúnya világ lesz szerintem. Nem szabad így nagyon megsebeződnöm.
A shoot nem tudom átütni szemből, mi? Semmit. Semmit? Kém lelőtt vagy semmi? Olyasmit nincs. Ezt a kis pöcköt. Nem, azt át tudom, oda nézzél. Mindjárt meg lesz, hát igen. Vannak olyan pontok ugye, amiket át lehet ütni oda. Csak nem egyszerű eltalálni. Jó, sikerült. Na aztán akkor most okosba menjünk előre, mert ennyi rassuk ki magunkat. Ugye az volt a baj, hogy leszerettem a HP-ot. Meg ráadásul hátat fordítottam annak a berovanó tranknak. Úgyhogy lehet itt majd szívni. Ja. Lehet itt majd szívni azért. Na itt okosba kéne megoldani. Akkor a izé mögé. PZ4 mögé vagy mi a tököm ez. Be kéne ide, nem sutyannom. Egyből. És egyből vissza neki állok tolatni a sok a írja. Valami vissza, azaz. Engem ne írjanak ki, az előbb fel akartam menni velük a harcot itt. Nem volt jó ötlet. Oké, menjünk arra. Jó, oké. Jó, most megcsinálom. Bocs, gyerekek a késedelemért, de kitör elcseszte, elvieskedte, ugye? Jó, ez mi ez? Ez T26-ossal vagyok, vagy mi ez szarral vagyok? Hol írja egyébként? Ne haragudjatok. Jó, T26-os, ugye? Kis szovjet csoda. Hát ez a T26-os, ami mikor még a háború elején, ugye a második világháború elején, hát túl sok... Túl nagy ellenfél nem volt a nagyobb, hát, ja, viszonylag fejlettebb, inkább úgy mondom, fejlettebb náci tankoknak. Jó, elhúzok ám arra gyorsan. Mennyi a vége ennek, gyerekek? Még írja sem, jó, ott van 25 km per óra, jó van. Jó, akkor megyünk oda, és akkor hátulról várjuk, jön egy trank, ugye? Hát itt még könnyű dolgunk van, mert scriptelve van, úgyhogy ugyanaz fog történni valószínűleg. Természetesen. És akkor hol jött? Onnan jött, ugye? Onnan jött. Akkor úgy kéne állnom kapásból, hogy... Lehetőleg... Ne hátat... Én direkt ide beálltam, és hátat fordítottam neki, és onnan én berohant a kis köcsög. Úgyhogy most azt csináljuk, hogy... Így. Aztán hátulról igazából fedezve vagyok, ha úgy van. Ugyan spotolva vannak. Vagy én, most már én is. Viszont őt csak én fogom spotolni, mert én vagyok legközelebb, ugye? Nagy valószínűséggel. Á, itt is van, megjött. Őha! Oké. Okay. Jó van, gyerekek, azt hiszem, hogy ez csak meg lesz. Hol van még kettő? Azért nem kaptam sérülést. Három sérülést kaptam, valahogy úgy talált el a köcsög. Jó van. Nem tudom, többiek hol vannak, elvileg még három darab, négy darabot van. Ja, és ellenséges bázist is foglalja valaki, vagyis a mi bázisunkat. Jaj, de jó. Gyerekek, oktatást tartok. Mi a szarral? A hatalmas tudásommal, mi? Hello, haver, mizu van? Mi az a náci bödön, amivel vagy? Most ide állok melléd. Szevasz, tesó. Beléd durran csak egyet. Szabad? Kukocska? Na jó, nem viskedek.
1-2, végig sikerült a gépőnek sor. Egyébként a tutoriát letoljuk, aztán akkor válaszoltok egy-két kérdésre a végén. És akkor... Victory! És akkor következő részben már úgy kezdjük, hogy már hadakozunk keményen, oda nézzetek, micsoda ez egy egy Tiger kettő, ugye? Még segítsetek, hogy milyen tank, meg minden, meg képpen szeretne tanulni okosan. 9-et spotoltam, ez nem tudom, ez assist talán, mennyit sebeztem, mennyi... Ja, itt írja, hogy nem? Ja nem, kaptam egy csodálatos jelvény, gyerekek, hát... Zubba jobbra kitűzöm, 38-500 pénzt kaptam, gyerekek, abból megbeszem a világot. Abból ízét inkább veszek, tudjátok, mint egy zsigulit, mint hogy egy ízét ladát vegyek, vagy egy tankot vegyek. Jó, ilyenkor tudom, hogy pörgök jobban, amikor ugye szünetek vannak, mert ugye új jármű érkezik, dik, hát mi folyik itt, gyerekek? Mi folyik itt? Na mi a helyzet, már mutassátok, mi a helyzet? Ja, meg kell nyomni a folytatást. Na, azt mondja a fejlesztés. Ja, mert tovább kéne mennem, ugye ide alkottaljak? Aha. És akkor ugye tudom tovább fejleszteni, hogyha megvan az, meg az, T46-osra. Ami biztos egy örült erős, csodálatos tag. De egyébként mennyire hajoznak egyébként ez a fú, Kriszti jellegű felfüggesztés, amit az USA-ból ugye leírás, legénység. Tök jó, fejlesztés program célja az volt, hogy javítsák a T-26 könnyű tank manőverezési képességét az albáz áttervezésével. 1935-ben megépült a prototípus. Számos módosítás után 1936. február 29-án én állt szolgálatba. Legalább 4 járművet teszteltek a kísérleti példányokból, a 37-ben, de a gyártást beszüntették a váltó hibás és magas költsége miatt. Legyártott járművek a téli háborúban és második világháborúban használták. Yes! Csodálatos gyerekek. És akkor fejlesztés, akkor elvileg ugye meglett az új jármű, ki lett fejlesztve, Franco, és akkor ja, meg is kell vásárolnom. Ja, itt van, ó, te fiú. Ja most így jön, aha, tankakadémia, hogy mi, legénységet tudok képezni, jaj, de jó gyerekek, legénységet tudok képezni, ugye ingyen tudsz 50%-os legénységet csinálni, 60 000-ért 75%-osat, 600 goldért, ami most igazából ingyenes, azért tudok 100%-os legénységet képezni, ez egyszer történik meg ebben a csodálatos játékban egyébként. Jó, legénység, oké, okay. Na legénység erre nagyon, igen, Puszkanyov, Kupszkanyov, mi a helyzet? Személyes fáj megnyitása. Jó, igen. 6. érzék lehetővé teszi, hogy a parancsnok felismerje fel. Igen, azt szeretném kiizéni. Mindenképp fejleszteni. Igen, és ez ki is fejlődött nekem? Ne szórakozz, hallod? Tényleg? Ezt most ingyen kifejlesztettem. Ez nagyon jó, hogy 6. érzék. Az a legjobb egyébként. És most még mindig tutoriál lesz. Valószínűleg ugye igen. Hát akkor mindenképp. Azt hiszem, hogy tutoriál, de most már rendes csata talán, ugye? Felderítve, aha, igen, ha lősz, akkor fel vagy derítve, kim vagy nyílt terepen, fel vagy derítve, rejtve tudsz lenni, épület, objektumok és bokor által takarva egész addig, amíg nem lősz, ugye, ott van a lövés ikon. Itt meg az a baj, hogy, na mi van, erre rá tudok kattolni? Nem tudok rá kattolni, úgyhogy, bocs, ez fokker ezt, nem tudok rá kattolni, bocs. Az a baj, tölt közben azt instant betölt, nem jó. Hát nem instant, de azért töltöget. Na jó, mindegy, menjünk tovább, aztán valami lesz. Jó, oké, mi a situ? Semmi sem foglalod a bázist. Akkor igazából most már rendes, úgymond csata dolgot tudok. Ja, és ott van a 4-es, 5-ös, 6-os. Jó. Hát bocs gyerekek, de ezt a tutorialt én végig akarom tolni. Hallod? Mennyire rohadt jól néz ki, és ott vannak a izék. Ott vannak a léghajók. Na, mennyire jól néz ki ez a játék, nem? Hova kell mennem? Igazából tök mindegy, gondolom, ugye? Op, op, op. Hallja meg? Tetrak. Nem mondod, nem találta be. Jó, hajdik. Hallod, ez... Nem jó. Nagyon lassan szűkül ennek a löveget, he? Borzalmasan lassan szűkül egyébként ez a gép. Na, ott van egy izé. Jaj, spotolva vagyok, jó. És ilyenkor érdemes ugye várni, nem tudom hány másodperc alatt megy le róla ez a spot. Viszont itt van egy ellenség. Amelyik volt spotolva, de leesett róla, valahol itt kell lennie. Én előre török a kocsba. Nagyon lassan szűkül a löveg ennek a dögnek. Ez baj, egész bal oldalról ugye látható vagyok, szóval nem valami baráti az a hely, ahol én próbálok elmenni, de hát jó van. Itt kell lenni egynek, itt volt spotolva valahol. Azt nézem, hogy hol van? Az pont a... aha. Jaj, spotoltak, bazzak. És ennek itt kell lennie valahol ott a kocsiknál, úgyhogy akkor instant, bazd meg.
repair kit. Ilyes. Ó, én akkor ki elhúzok. Támadjunk? Támadjunk. Hogyha véletlenül rossz nevet mondok. Jagdpanzerre. Oh shit. Kösz, hogy ez meg asszisztál nekem semmit. Próbál megrongálódott a jármű, de jó. Na figyeljetek. Van baj, jó lesz ez fedezéknek. Nem engem figyel, kilövöm. Jó, azt akartam mondani, hogyha véletlenül szarul, nem mondom a tankneveket, tényleg mindenbe segítsetek, mert ez jó lenne. Jó, hát itt egy kicsit elcsesztem, ott van egy izé. BT2, csak éppen ugye az nem látok rá. Hát jó, itt jobban szumisztam meg, hány? De még van egy csomó ellenséges tank, gyerekek. Hát itt jó, hát ez sikerült hülyeséget csinálnom. És itt érzem, hogy itt meg leszek még szivatva. Ó, te fiú, hát nem jó, nem figyeltek itt. Várj, itt van egy BT2, ugye? Ki kéne ugrasztani nyugat a bokorból. Hol a picsa? De ő is azt potol engem, hogy? És akkor jó van, mi? Hello, te fiú. Ennyi nem. Átmegyek oda szembe. Jobban előre tudok nyomulni. Állat között, vagy jobban rálátok talán. Ez nem valami ügyesen oldotta meg a Keeper, ugye? Nem tudok menni, hogy le van zárva? Jó, talán rálátok jobban. Ah, itt hát nem tudok elmenni, ahol direkt meg van csinálva, hogy nem tudok kimenni az utcára. Nincs mit. Jó lenne, hogy spotolnám, vagy valamit csinálnék vele. Semmi. Semmi gyerekek, baj, nem kicsik. Kocsmába mindjárt betérünk egyet, iszunk-e? Hotel gyerekek! Hát, azon gondolkozok, hogy valahol itt... Ott volt, ugye? Most... Most spotolt. Ó, hogy rohagy meg, hallod? Ez ki fog nyírni engem, ez nem lesz jó. Nem lesz jó biznisz. Megindult a light, jó? Jó van, oké. Ez jó volt, de... De még van még, úristen, van egy Tank Destroyer, van egy közepes harckocsi, meg kettő darab könnyű. Ah, ott van a izé, ott van a TD. Ó, és potolt valaki. Ó! Most fog kibukkanni, ott van. Jaj, nem ütött át. Holna menj, nagyon tudom izgulni még ezt a kis tutoriát is, tök áll. Tök állsz egyébként, nagyon meg van csinálva, tetszik. Fedezékben vannak? Aha. Most jön ki a T-stock. Aha. Jó van, nem jó ez nekünk. A hagót a lyukon át tudom ütni. Ugye viszont a izé meg leesett róla a spot. Az előttem lévőről, ugye? Hát nem vagyok boldog, az a baj, nem akarom kinyiratni magam, megmondom őszintén gyerekek. Az oldalba kap a csávó, akkor lesz baj.
Itt van itt előttem ugye egy hülye. Jó, az a hagó, az úgy látom, hogy az talán meg lesz, de itt talán nincs megírva scriptelve az, hogy az kijöjjön onnan. Na. Szóval tevékenykedik. Jaj, kilőtték a izénket, ott van egy tankunk. Na, megnézzük ezt a TD-t, hogy ez hogy áll, jó? Volt itt egy TD-nk. Elvileg volt itt egy TD, gyerekek. A fasz. Itt kellene lennie. Nem vagyok spotolva, de akkor hol van? Való, de mit kéne lenni annak a hülye TD-nek, gyerekek? Jó, hát ez nem nagyon foglalkozik senkivel, úgy látom. Saját emberét kilőtte a mögötte lévő, tök jó volt. Gunner injured. Accuracy reduced. Use the first aid kit. És ezt én nem tudom megsebezni. Jó, megkerüljük. Csak nem vágom, hogy hol van a izénk. Megpróbálok átvágni, ami nem veszélytelen. Itt kell lenni. Ahogy itt a TD, bazze. Jaj, szar hely! Szar hely! Kettő TD! Nagyon elbaszta a képet. Ráadásul armlát az egyik. Oh, nem hiszed el, hallod, hogy elcseszik a képőr? Ez nagyon ész, nagyon ász, imádom. Jó, gyereket, nagyon imádom. Bazz, tök jó, ez még izébe is jó. Hát ilyen hülyet vidél, az ritkában egyébként. De nagyon állat, nagyon adja. Tudom, elkapkodom, igen, egyébként. Fú, nagyon bírom. Nagyon bírom, ezt újra kell játszani, hallod? És fú. Hundi, ezt ki kell próbálnod, hallod? Vagy izé, vagy multiba, vagy nem tudom, hallod? Hogy ketten, vagy hárman, ugye tök ingyen van a játék, tök jó. Azt a betyár. Hallod, ezt egy kicsit át kell gondolni a keepernek, ugye most már tudom, hogy merre vannak ezek a köcsögök. Ugye, hát jó, ugye itt nincs, vagy a mesterséges intelligencia úgy, ahogy működik, inkább scriptelve vannak, úgy látom ezekben gyakorlópályákon a dolgok. Hát ugye sokkal nehezebb dolgom lesz majd, amikor nem mesterséges intelligencia ellen játszom, mert egy ember az baromira nem kiszámítható, főleg nem 30 darab, mert ugye azt hiszem 15 meccsek szoktak menni. Na, akkor azt kéne csinálni, hogy atomra menjünk. A gombokat is esetleg, hogy valamit érdemes csinálnom, akkor is léci segítsetek, majd írjátok meg. Most itt a tetrakot kapásból kikére szednem. Ugye megyek ezzel a hülye elé, bálok, és akkor megnézzük azt, kikapcsuk innen. Talán nem rám lő. Jó, ez egész jó volt, jó. Viszont akkor most okosba kéne csinálni, mert itt vannak sok buzi. Viszont meddig van a pálya, meddig tart? Na nézzük meg. Vagy itt megyek itt oldalt. Azon gondolkozok, azt nézem, hogy szerintem nem tudok átmenni a izéken. Nincsen lyuk hagyva, látjátok? Nem lehet átmenni a házak között, ugye itt? Jó, nem baj. Akkor annyit csinálunk, hogy... Most nem ott megyek el, hanem elmegyek ott, végig skubizom. Hát ott se tudok nagyon felezékbe lenni, úgyhogy ez cumi.
Ugye ez a játék, ez leginkább arra hasonlít, mint egy izé, mint egy sok játszma. Hogy tényleg azért nem a berohanós módszerrel kellene tolni. Ezek meg mit állnak itt, hallod? M2 Light. Itt megint izé, megint jó, baromira nem leszek védve, de jó. Elmegyünk addig a házakig, jó? Itt oldalt. És most nem azt a taktikát választjuk, amit eddig. Ugye elvileg ott vannak a ízek, de nem miért nem mennek elő, ezt potolni mehetnének. Ne. Hagyom a területet. Hát itt meg szerintem baj lesz, mert... Itt baj lesz, mert ugye észre fognak venni mindjárt itt a szembelévők. Aha, erről beszéltem. Annyira nem volt rossz. Gyerekek, fedezékről fedezékre közlekedünk. Volt egy buzi. Na ott a bokorban, jó van, ezt kiszedem a picsába szerintem, gyerekek. A városnál meg ott az a NC, az LT BZ-35, azt meg itt kavarok, most jön föl, jó. Jó volt. Ó, ott van egy nagy lejtő. Jó, azt kinyírják talán, vagy nem? Jó, kinyírják. Jó, most kifelé tanulékony egyébként. Ez sokszor hülyeskedik, de tanulékony, ugye itt voltunk, volt nekünk, aha, ott van a köcsögünk. Halljátok? BT-2, ő nem valami jó páncélozott, ha jól emlékszem, ugye? Hát volt valahol. Nem tudom, mennyire volt értelme oda lőnöm. Jó lett volna, hogyha látom, hol volt. Jó, mindegy, megyünk. Úgy van a hülye. Jó, most előre megy spotolni, hogy az egyik társunk, én meg egyben rámozdulok. Jó! Mindjárt jobban érzem magam kicsit, és meg már nagyjából tudjuk, hogy vannak a elhelyezkedve az ugye ellenfelek, akkor nézzük már meg itt. Úgyhogy az volt a baj. Az jó volt az a szél. Mondjuk nem volt jó az a szél. Oh.
Nem tetszik ez a hely. Ó, gyerekek, ne haragudjatok, de ez most nagyon éri a képer, nagyon rá van függve. De baj, ezek ki fogják nyiratni magukat, jó lenne addig beszállnom a harcba, amíg lefoglalják őket. Rámegyünk az FTAC-ra, jó? Hát mindenen, nem szarozunk. Na ugye azzal volt a baj. Azt kinyírja, és akkor fordulni fog. De addig akkor nekem van lehetőségem. Nem mondod, kinyírt a testó. Hát erre meg most meg kinyírja, hallod? Hover, menj onnan! Nagyon meg vagyunk, gyerekek, már csak egy... van egy nehéz, vagy egy közepes harckocsi valahol. Majdnem nyomtam egy táradást egy erret. Okosban körülnézek, hogy ott jön. Mi az? Ah, jön. Jön. Várjál. Okosban, ez ki fog jönni. Betolat. Chiro. I go Chiro. Ezt meglepjük ám. Nick! Benézted, tesó? Benézted, tesó? Keeper, hallod? Szétcsapott, mint a szart. Mint a szart a lapáttal, gyerekek, mint a szívlapáttal. Hallod, nagyon taktik voltam, nagyon taktik most, ugye? Hallod, minden érme, olyan érmeket kaptam, kiképzőt... Jaj, hát ilyen kiképzőt... Még csak izé vagyok, mi nyuszi? Zöldfülű. Jó. Jó, élem gyerekek, király voltunk. Tudjuk a dolgunkat, csapjuk neki, nagyon jó. Felszerelés és folyócikkek tutoriál. Gondolom az ilyen poroltó, meg ilyen hülyeségek. Ha. Na várj, folytatás. Bocs, hogy hosszú videó van, gyerekek, de... Várjátok, itt lehet már izét, új izét, nem? Hogy XP, mennyi XP, hogyan izét, mit adok neki? De mondjuk most nem engedi biztos, ugye várjál. Javítások, átszázás, hogy mit akarsz, hogy tanuljanak, mi? Bajtársak. Jó, most ne, ma, izé. Fogyócikkek. Kaptam, mi? Jó. Plusz. Ezt. Poroltóként az. Jó, nem? Elfogad? Jó. Vagy ezt lehet, hogy tudtam volna, hogy is, nem? Itt meg. Felszerelések. Aha. Szerszámos láda. Lik. Mennyi. Jó. És ez mi? Jó, hogy milyen csatod? Normál csata játékmód. Normál csata. Csata. Azon gondolkozok, hogy ez még menjen. Azt hiszem, hogy ez még nem, ez még mindig tutoriál, de most már normál csata, már mint most már nem izébe megyünk, nem ilyen gagyi-bagyiba, vagy csak így tesztelgetünk, hanem 15 vs 15, ez gépi ellenfelek, ha jól tudom, mert azért valamennyire összenézte a dolgokat a keeper. Ez milyen tank, gyerekek? Ez mi ez? Tök olyan teteje van, mint egy pardusznak. Fú, akkora hülyeségeket mondok, biztos majd mondjátok. Biztos majd mondjátok. Hát segítsetek, gyerekek, mert a keeper azért nem adja annyira ügyes. Jó, destroyolunk minden enemit, vagy foglaljuk el a bázist. Adjuk neki is annyit. Na. És akkor TD-ket, gyerekek, mondjatok, mit érdemes kifejlesztenem, mondjuk szovjet ágon, vagy német ágon, vagy igazából melyik ágat érdemes. Hát ezt ismerem, ezt a mapot nagyjából, jobbra. Vagyis régen ismertem, úgyhogy most itt okosba elvegyünk, csullankorunk oldalt. Kemények leszünk, gyerekek. Ó, hát ez mi az a Discordó erények? Nagyon adja. A naplementébe, gyerekek, megyünk. Meressük. Ó, az a víz, az azért kinéz valahogy, hallod? És vizes lett a gép. Jaj, de jól néz ki. Na. És én jövök itt oldal, gyerekek. Az tenger, hallod? Hogy néz ki? Meghalsz. Van, de valami, valaki spotolgatna.
Ops, engem felszpotoltak. Engem felszpotoltak. Nem jó. Ajaj. BT7 T2 medium. Fáj a foguk rám. És egy PZ-38. 35. PZ-35 az mindjárt. Kidugom magam, azt nyakom lövöm. Odébb menni? Ennyire jobb? A rossz se vegyem meg, te PZ-2. Ez meg én nem fogok-e bújni, mi? Szar. Gyerekek, szar a helyzet. Szar van a palacsintába, megkerüljük a buzit. Ajaj. Médium. Baszhatom, elcsesztem. Feledékbe, gyerekek, feledékbe. Ezt nem fogom leütni egy lövésedő, meg meg fog sebezni. Nem figyelek. Meg kell lánctappat kéne lokkolnom neki. Jaj, te fiú. Jó, van egy kicsit nyugi legyen. Jönnek mögöttem, ugye? Jó. Jó van, oké, fiúk, gyertek, bazza, mert hülye képer. Se sapjátok. Jó van. Nem hiszed el. Nem hiszed, de tesó, hallod? Van 15 HP-m, úgyhogy baromira ügyesek legyünk. Kipör le van szedálva, nagyon durván. 15 HP van, hallod? Szétlőttek, mint a szar. Ott van egy íze, jaj. Ez megint biztos engem fog lőni. Jó, nem, legalább nem rám lőtt. Itt biztos vannak télik elbújva, várjunk itt egy T26-as másik. Bújjunk el mögé, vagy nem tudom. Ja, én nem T26-os vagyok, hülye vagyok, én T46-os. Jó van. Spotolják felé meg, szerintem messziről sniperok, mert bajok nem kicsik. Ugye? Ugye, ugye? Ajaj. Jó, van ott háború megy. Itt is a háború megy, MS1. Jaj, de mondjuk 15 HP-val nem sokra megyek. Szokottam, ott egy AT1-es, ami veszélyes, ugye? Sose szerettem szemből, régebben se. Mindjárt ezt meg nyakom vágom, hallod? Bújják ki, bújják ki, bújják ki. Ó, te fiú! Túl jó voltunk. Spotolva vagyok? Egyszerűen nem merek kivenni, hallod? Akármilyen béna dolog is ez. Jó, hát ez az AT1, az meg pont szembe, kösz, azt nem kívánom.
Nem lő. Bátrak legyünk, hallod? Kettő tank mögött sok nem szed ki. Nagyon szerencsém van, foglalják a bázisunkat, bakker. Spotoltak. Jajjaj. Mondom, szembe egy. Jó, szerintem ez így jó lesz nekem. Ó, hárman foglaljuk, gyerekek. Csodálatos. Jó, mert sikerült megoldanom. Alleluja. Kettőt lőttem ki összesen. Jaj, de csoda. Jaj, tudom, hogy bénácska vagyok. Nem... Főleg azokhoz képest, akik ugye napi szinten játszanak ezzel. Bár is elfoglalva, megjártuk gyerekek, azért megcsináltuk, csak megcsináltuk. Victory. És szerintem akkor ez lett, ez volt az utolsó szekció ebben a tutorial első csodálatos sorozat, csodálatos részébe. Kaptuk egy csomós zsetont, csoda. És akkor most már megkapjuk a járművelünket, ugye, hogy kell meg igazán. Arany és prémium, hát ugye bemutatja, hogy a prémiumban előfizetés mit akar. Meg, ezt gondolom sok, mert nem változott. Oké, volt prémium fiók. Küldetés teljesítve. Nagyon jó, elvileg. Várjatok. Most ez egy ilyen csodálatos hardvezető. Elvileg ugye egy olyan indító... hogy nevezik azt? Ilyen kijjel indultam, hogy 1000 goldot ad, meg egy hét prémiumot, úgyhogy eddig tudom egy kicsit azért veretni neki. Jó, hát úgy látom, ez nem nagyon akarja átlépni. Na, akkor köszönöm szépen figyelmeteket, és akkor várlak melleteket a következő részbe. Gyorsan még azért lehet, hogy felteszem a kérdéseket. Annyi, hogy akkor TD-ket mondjatok, hogy igazából melyiket érdemes lenne használni, melyik op TD igazából most a játékban. Milyen ágon, és tényleg azokat mondjátok, amik tök jó hatékonyak, oké? Okay? Meg esetleg nehéz tankág, 5-ös, 6-os tírbe melyik lenne jó, meg... Ja, könnyűt az nem szeretem, semmiképpen nem akarom. TD és nehéz tankágba mit érdemes kifejleszteni, amivel azért lehet szépen farmolgatni, meg elég hatékony tudsz lenni, oké? Okay? Úgyhogy akkor ennyi lenne akkor a kérdésem. Na, beszinkronizált a bolt, talán azt akkor valami lesz. Jézus, ja igazából mindenből kaptam, ugye? Aha, megkaptam mindenből. Jó. Igen, van T2 Light-om, ezt adták hozzá ahhoz a izéhez. És van 1500 goldom, 36000 izé, jól van gyerekek. Oké, vannak küldetések, kampányok. Hú, itt akkor egy csomó minden változott, ugye? Na hát akkor majd azért megpróbálgatjuk, hogy mi a szituáció. Itt ki kéne választani, hogy mit tanuljon, ugye? Képzés. Aha. Eltekintés. 100%-on van, hol tudom választani, hogy... Ja, itt. Milyen skill tanuljon? Hogy lehet? Javítások, átszázás, hatodik érzék. Ezt az időt tudja csak, aha. Bajtás ilyen. Oké, ez szerintem az jó. Ez régen valami idő volt, más neve volt, nem? És ez, itt nincs ez? Mi az, hogy nincs? Jó, mindegy. Na, 3 nap volt prémiumban. Csodálatos. Jó. Oké, na gyerekek, akkor annyit akartam mondani, hogy akkor köszönöm szépen a figyelmet. És várlak benneteket akkor a folytatásba. Sziasztok!